Már nem tudtam, hanem már évek után, gyakorlatilag házasságom után, akkor találkoztam egy olyan emberre, aki őszi baraszmagot faragott. Én meg kaptam egy kést, ami itt van, és azzal a késsel én is próbáltam faragni őszi baraszmagot. És strandon, otthon mindent őszi baraszmagot faragtam, nyakláncot csináltam. És utána egyszer rám szóltak, hogy miért faragok én őszi baraszmagot. Hát, mert fainakat csináltam, és miért nem faragok fát? És azt mondtam neki, tényleg, ha miért nem faragok én fát? És így kezdtem fát faragni. Aztán jött magától minden. A követelmények, mert minden fa követel, minden munka követel. Ha az általa követelt igény nem adjuk meg, a munka büntet. Ezt a gyerekeimnek is így tanítottam a hetes intézetnél. És így aztán mindig csiszolódtam, néha az ágyba is még alvás helyett, és hát így aztán ezeket tudtam megcsinálni. Szórakozásból nem kötelező, nem volt kötelező semmi se. Csak magam szorgalmából csináltam. Nem válogattam. Ami megtetszett egyszer a szememnek, az megmaradt a fejembe. És akkor már könnyű volt faragni, mert csak a felesleget kellett lefaragni a fáról. Tehát a témát nem kerestem, hanem megláttam, hogy abból ezt tudom megcsinálni. Benne van a fába, úgy, mint a levegőbe, és elképzeljük, hogy ott a nap. Ott pedig nem is találkozunk a nappal. Hát én is úgy látom előttem magam előtt, de nincs meg, de látni látom, hogy mit kell elvenni, mert itt csak el kell venni, és aztán megmarad az ilyen akármicsoda. Melyik volt a legnehezebb munkája? Hát például az a locsókodás. Mert szűk az adott a fa, és több személy van, és annak látni kell, hogy 1-2-3 meg lehet őket számolni, tehát nincs összemosva, hanem ki van domborítva, ki van domborítva. És hát az időt fogott el, meg a szobor is, a honvéd szobor. Minden munka követel, ez szentírás én nálam. Mit tud követelni a munka? Egyszer az anyag minősége megfeleljen annak a követelménynek, ami a fejembe van. Hogy fog kinézni? Mert csak a felesleget kell levenni, ezt úgy, mint a papagája, úgy mondogatom, csak a felesleget kell levenni, mert a tömbbe benne van az az anyag. Na most ilyen esetben pedig huncut nehéz volt, mert én nem láttam, hogy milyen a kifűrészelt valami, hanem csak elképzeltem. És nem mondok nagyot, hogy papíron lerajzoltam, hogy milyen lesz ez, mit. És csak a kontúrjait kellett megcsinálni, utána már fűrészelni könnyű volt. Így sikerült ezt csinálni. Kán. Nem. Spontán azért megcsinálom, szóval nem dobom el, hogy én nem csinálom, ilyen nincs nálam. De ha van valami, akkor csinálom. De hát most már 77 éves vagyok, úgyhogy egy kicsit már lustább vagyok.